Járatcsökkentés, egyáremelés a pécsi buszközlekedésben szeptembertől. Ezt jelentették be a napokban. A döntéseket kommentált a Városi Polgári Oldal képviselője is. 2019. június 7-én ígérte meg Péter Fiatilla a pécsieknek, hogy a polgármesteré választását követően drasztikus jegyárcsökkentést fog végrehajtani a Tüke buszjáratain. Ehhez képest az elmúlt 3 évben semmi nem történt, most pedig azt látjuk, hogy miközben a járatszámokat szeptembertől 10%-kal csökkentik, addig a buszjegyek az elővételben megvásárolt buszjegyeknek az ára pedig mintegy 15%-kal fog emelkedni. A képviselő szerint máshonnan kell elvonni pénzt, nem a pécsieken kell takarékoskodnia az önkormányzatnak. Ez egy kellemetlen fejlemény lesz a pécsieknek, esetleg érdemes azt megfigyelni, hogy mennyire igyekszik takarékoskodni mondjuk ezt követően polgármester úr a pécsieken kívül a saját barátain, főleg itt a Tüke busznál. Barkóczi Csaba szerint az önkormányzati cég vezetésében kellene spórolni a bérekkel, így több pénz jutna a közösségi közlekedés finanszírozására.